szegényi Euroringen az izgalom talán még sosem volt ekkora, ám ez alkalommal nem a pilóták aggódó szavaitól volt hangos a Vox utca, hanem meglepő módon gyermeki szótól, hiszen a Vöröskereszt 6 gyerkősznek tette boldogabbá legalább egy napját egy élményautózással. Olyan élményeket tudunk nekik nyújtani itt az autóversenyzőkkel közösen, illetve magával a versenyautókkal, amelyet bízom benne, hogy egy életre szóló élmény lesz számukra, és azt gondolom, hogy őket motiválni fogja arra, hogy egy kicsit ők is tegyenek majd egy jobb világépítéséért. A fiúk pedig boldogan vetették be magukat kapitány Dorottya mellé, aki természetesen nagyon óvatosan vitte körbe a srácokat a pályán. Szóltam, hogy lehet szólni, hogyha gyorsabban vagy lassabban, általában mindenki a gyorsabbat kérte rögtön a rajtnál, úgyhogy szerintem jó volt. Dóri egyébként a Vöröskereszt támogatásával indult a versenyen, ami talán meglepő így első hallásra, ám az ok, amiért a humanitárius szervezet benevezte a lányt, már nem is annyira, hiszen a cél egy jobb világ építése. De most térjünk vissza a gyerekekhez, akik fáradhatatlanul újabb és újabb körre pattantak be Dorottya mellé. Izgatottságon és egy csipetnyi félelmen kívül szemeik csak a boldogságról árulkodtak. Így nyugodt szívvel kijelenthetjük, a misszió sikeres volt, a gyerekek boldogan, s talán új céloktól hemzsögő buksival tértek vissza a hétköznapjaikba. Na, milyen volt? Nagyon jó! S ki tudja, lehet, hogy sok-sok év múlva közülük kerül majd ki az új Mihelisz Norbi.